pécsi Éltes Mátyás iskola diákjai énekelnek az E78-os épület színpadán a pécsi Zsolnai negyedben. Ebbe az iskolába járnak azok a gyerekek, akik különleges vagy gyógypedagógiai tanítást igényelnek, úgy, mint a 10 éves Szabolcs is. Ő egy 10 éves Down-szindrómás kisfiú, de ennyi lefolyású, az Éltesbe járunk, mindent megtanulunk, mindent tudunk, úgyhogy egy nagy szeretett csomag. Kicsivel nagyobb az egész nevelése, de mivel hogy egyre idősebbek, egyre ügyesebbek, egyre okosabbak leszünk, így egyre könnyebb lesz. De a szeretet az minden bótol. Tünde szerint fontosak az ilyen események, ahol a sajátos nevelési igényű gyerekek is megmutathatják tehetségüket. A többi ember is, akinek átlagos gyermeke van, nem betegséggel küzd, hogy megismerje, hogy igazából ők milyen gyerekek, hogy mit lehet belőlük kihozni. Mert ugye ezeknek a Down-szindrómának is vannak fokozatai. Ugye van gyengébb, van közepes és van erősebb. Ugye ő középsúlyosnak nyilvánítják, de én mint szülő, én teljesen másképp látom, mint hogy középfokú, inkább gyengébb. Tavasi sélvise táras, virágom, virágom, minden madár társat válasz, virágom, virágom. Bár a Down Kor világnapját március 21-én tartják, ők is eljöttek, hogy február 26-án a ritka betegségek világnapján együtt legyenek az érintettekkel. Az Éltes Mátyás iskola pedig szervezőként segítette az úgynevezett ritka nap megvalósítását. Ritka betegségnek nem egységes a definíciója. Különböző földrészeken különbözőképpen határozzák meg. Az Európai Unióban a meghatározása azt hívunk ritka betegségnek, ami kevesebbszer fordul elő, mint 5 betegben 10 000 beteg között. Tehát egy a 2000 körülötti gyakoriság, és az Európai Unióban még hozzátartozok a definícióhoz, hogy ez egy krónikus, hosszantartó, sok esetben senyvesztő betegség. Körülbelül jelen pillanatban 5-7 ezer ritka betegséget ismerünk. Vannak adatok, amik azt mutatják, hogy ennél sokkal több, akár 10 000 is lehet. Azért érdekes ezt így egységesen megfogalmazni, és egy populációnak venni a ritka betegségekben élőket, függetlenül attól, hogy melyik betegségben szenvednek, mert azt látjuk, hogy ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel szembesülnek, mint az egészségügyi ellátás, mint a szociális, mint az oktatási területen. Például ide tartozik ugye a Williams-szindróma, a mukopoliszaharidózisok, ide tartozik a cisztásfibrózis, az SMA, tehát egy pár ismertebb is van köztük, de összességében a többsége azért nagyon ritka. Körülbelül 80%-ának genetikai háttere van. Van egy külön csoport, ami azért némileg elkülönítendő, a ritka rákok, illetve a ritka fertőzések nagy többségének a genetikai háttere van. Diagnosztizálásuk nehéz, ezért a világnapon arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy azok a betegek, akik nem illenek egyik kórképbe sem, minél hamarabb kerüljenek a ritka betegségekkel foglalkozó intézményekbe, mint például, ami a Pécsi Klinikán is van. Ugye Magyarországon a négy egyetem klinikai központja, mint ritka beteg szakértői központ működik, egy ilyen kijelölést kapott meg Balogh Zoltán professzorútól. Ennek az a célja, hogy ugye ezekben a nagy klinikai központokban minden ellátás elérhető, és hogyha ott van egy koordináló intézet, akkor ezeknek a betegeknek hathatósan tudunk segíteni abban, hogy a betegutak lerövidüljenek. Ezért aztán nehéz meghatározni, mert ugye 4 ilyen központ van az országban, és igyekszünk, természetesen mi egymással is kapcsolatban vagyunk. Pécsen nagyon régóta a Kosztolányi professzor kezdeményezésére kezdtünk már a nevesített ritka betegekkel foglalkozni, és aztán Meleg Béla professzor munkásága alatt is nagyon sokféle ritka beteget látunk el. Magyarországon kb. 6-800 ezer ember él ritka betegséggel. Ez az egyik célja a munkának, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeket a betegeket, aki valahogy nem illik be a szokványos klinikai képbe, lehetőség szerint minél előbb valamely ritka beteg ellátó központba küldje, ahol aztán már lehetőség nyílik a diagnosztizálásra. Egy-egy betegség esetében ugyan mindössze 5%-ának van terápiája, de ott is nagyon fontos, hogy minél előbb elkezdjük ezt. Erre hívták fel a figyelmet a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából megrendezett eseményen Pécsett a Zsolnai negyedben. Van a mindenki!